A szaszos ráckén Jason vagyok, és ebben a videóban elérkeztünk egy újabb focis részhez, hiszen eszméletlen, de eszméletlen sokan írtatok, mint komment szekcióban, Instagramon, Facebookon, hogy legyen már focis videó. Vicces volt, mert válaszoltam pásáztak, hogy jó lesz, hogyha jobb idő lesz, nem lesz olyan, hogy kimek és szétfők. De nem, nem olyat, hanem amiben együtt nézzünk focis videókat, úgyhogy ez egy kicsit meglepett, hogy ilyet szeretnétek, nem meg úgymond rendes ilyen kapufa kihívás, vagy akármi ilyen focis videót, hanem egyből azt mondta mindenki, hogy olyan legyen, amiben úgymond ilyen focis reakció videó van. Úgyhogy most ez lesz, srácok, egy újabb ilyen gól, a skill, fajlok összeállítást fogunk nézni. Ez a múltkor is rohadt jó volt, nagyon tetszett nektek, úgyhogy nézzük, nem akarom tovább húzni a szót, tényleg. Fogalmam sincs, mi várható. Direkt nem ilyen régieket akarok, hanem újakat, de hát inkább nézzük. Ó, oh, az igen, jó van. És még devet is! Olyan, mintha debelt volna, ugye? De nem. Szerintem nem. Ja, igen. Bedobtak egy sört, amiben még volt. Amit egy poharat, amiben volt még sört, és pont úgy kapta el, hogy nem ömlött ki, és megitta. Amúgy ilyenkor arra lennék kíváncsi, hogy itt tovább játszhat, mert ugye alkohol miatt, én nem tudom, igazából fogalmam sincs, de nagyon nagy tag life a csávó. Remélem mindent jól látni. Jaj, de szivatja, ezek nagyon jók, a hangulat ilyenkor, gyerekek. És gól. A hangulat ilyenkor a legjobb. És az a baj, mostában, ha valaki így cselez, akkor előbb rúgják föl, mint hogy inkább elismerjék, hogy azt mit tudsz, öcsém. Szerintem nagyon nagy baj. Úr Rémi. Ha jól tudom, úgy hívják, ha nem, akkor nem. De ez hatalmas, ez a francia csávó. Ha jól tudom, francia. Nagyon régi. Nagyon régi. Hatalmas. Aki nem ismeri ezeket a videókat, azonnal írja be YouTube-ra. Nagyon nagy. És ebből lesz gól. Kemény amúgy. Ezt szerintem mindenki beadta volna. Uff. Ez igen. Úgy kilőni azért. Onnan így, bum. Higgyétek el, nem könnyű. Lehet annak látszik, hogy csak meghajította a lábát ez csár, de ez nem így megy. Na, szólót fogunk látni? Hú, de könnyen elfut. Hú, nagyon könnyen elfut. Le se szarták a védők. Nem mondom, hogy annyira nehéz dolga volt, a lövéssel igen, mert az elég szarszög volt, és így el is csúszott a lövés közben. Ú, de gyönyörű, imádom ezeket. Amikor külsővel adják így a paszt a gólt, annyira tetszik. Annyira tetszik. Az a csavar, ami benne van, annyira gyönyörű. Szájébre egy hatalmas gólt lőtt, by the way, ez is olyan lesz, dír. Rakitic bevágta. Itt az állat. Ebbe is volt erő, az biztos. Bam! Jó, mert dropra vannak csinálva ezek. Na, gondolom onnan be fog potyadni, egyértelmű. És nem tudom, direkt úgy volt, hogy a másik is bemenjen. Nem tudom, lehet, hogy az gólvonalon volt. Arra lennék kíváncsi, hogy ezt hanyatszorra vették föl. Nincsen semmi zene. Lesz egy bugy. Annyira gondoltam, hogy lesz kettő akár? Na, nem lesz. De lesz egy nagy gól. Egyértelmű. A csávó igazol. Hát tudok egy fél ólót az ír. Akkor a ficokkal se tudod, mi van. Én ilyen gólt tudod, mikor lőttem? FIFA-ba. Ennyi. De kár, hogy nem raktak ide zenét. És akkor dír. Úristen. Jaj. Jó kis freestyle-os. Nagyon flagva. Jó, gyors amúgy. Ilyenkor szerintem az a legnagyobb lényeg, hogy mennyire vagy gyors. De hát a srác az alapban nem is nézett sehova. A kis futszálos részek is vannak. Remélem nem hangos a videó, fogalmam sincs.
Pont nem figyeltem. Hopp, az Szotyi. Áh, szép. Kelti ki szerencsé, hogy bemenjen, de megérdemelt azt a szerencsét szerintem. Ú, ezt láttam. Ez nagyon kemény volt, amikor először láttam. Nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Nagyon durván be. Ez meg külső... Nem, külsővel. Nem á! Deflegma! Ah, gyönyörű gól volt. Egy kis faded. És mehet a bőr. Ja nem, elküldte Boré, az is jó egyébként, tökéletes. Hopp, szavasz! De hogy kiesik a képből, kurva jó. Figyelj, hopp, hopp, és szavasz! Hui! Dike egy százas, biztos azt mondt. Flagma. Szép gól volt egyébként. Jó, belsővel. Az a baj, kicsit rosszul találtál belsővel, annyira fölé mehet, hogy az nem ember. A passz az gyönyörű. Semmi, hogy föl se nézett a srác, hogy hol lehet a kapu, blabba, és annyira érezte az egészet. Úristen! Ekkor nagyot akartak mutatni, és vigyázz, vigyázz, csoró! Jaj! Amúgy nagyon... Adara! Az finom lehetett. Amúgy visszatérve azt szeretem mondani, hogy az előző az... Azt nem is értettem, hogy hogy lehet olyan körülmények között játszani. Rádből kapol és meghalsz. Itt meg olyan gyorsan történnek az események, hogy azt tudom mi van. Ú, a kapus nagyon nagyot alakít! Ez meg nagyon flagma lesz. Igen, ezt láttam. De ezt kiszámítani, és ő is egy freestyle-os volt. Tudom, nagyon nagy. A hosszú vagy csak, nem tudom a nevét. Íh, de flagma! Real Madrid? Ez direkt oda, és odaugrott, vágod? Mi ez a védekezési módszer? És nem fújták le! De lefújták, vagy nem tudom miért fogta a fejét. Hát ez mi, hogy odaugrasz? Nagyon kemény, baszki, ilyenek vannak. A kapus mindent véd. Úristen, szegény csávó. Ezt valahol láttam. Vagy tévébe, vagy fogalmam sincs. De valahol láttam. Tegény kapus. Nem tudott ráugrani. Uff, az csá. Jaj, csak ne hajt ki. Csak ne hajt ki. Tegény, akkor elveszi az egyensúlyát. A finishbe elrontja. Aj, de rossz lehet. És gól, ezt is vágom. Ki nem vágja? Rooney-nak a félpályás gólját. Skr-skr! Boom. Hát mondhatjuk ezt kapus hibának, de szerintem egyik kapus a készül arra, hogy valaki ráküldi félpályáról, főleg egy ilyen nagy meccsbe. Én biztos nem merném rálőni. Ennyi ember előtt biztos nem. Jó, aztán lehet egy év után úgy van az ember, hogy már pont leszarja hányan nézik, értitek? De azért nem tudom. Gyönyörű gólok, by the way, de... Hatalmas arc kell hozzá, nem, vagy nem tudom. Én biztos nem merném. Írjátok le, hogy ti rá mennétek előni. Először gondoljátok át, hogy akár 50 ezer ember előtt, 20 ezer ember előtt. Á, úgy gondolod, hogy megfogod. Jó, azért fontos, hogy mennyi a állás. Itt láttam 2-0 volt, akkor lehet, hogy szarok bele, ráküldöm, vágod. Ez a külsős legszebb, legszebb, legszebb. Ezek a gólok a legszebbek. Imádom. Külsővel, puf. Hányszor próbáltam én ilyet, és mi lett belőle? Elment egyenesen a francba a labda, mint a spiccel lőttem volna. Jaj, megint, de miért rakták be kétszer csórót? Na, akkor ismétlés. Dik egy százas, puf. Legény. Hú, de rossz lehet. Igen, szép. Én már pakkét... Gól. NE! Úristen, de buta bazd meg. Ez nekem fáj. De ne lesz ott a sarokba. Hát hogy lehet valaki ilyen balfasz? Ez nekem rossz érzés.
Milyen köd van, az gyönyörű volt. Na, erről beszélek. Ezek a külsős lövések, ezek gyönyörűek. Hát ez... Annyira... Nem tudom már, itt valamire, annyira jó. Nagyon tetszenek. Ja, ez meg FIFA, király. Ilyet lehet csinálni a FIFA-ba. De nem is látni. Ja, hogy ez a lényeg, hogy csak így fönn tartják egy kis labdát. Új, bazeg, megijedtem. A kurva életbe. Fú, de megijedtem, ezt nem hiszem el. Rohadjon meg. Na de srácok, ez a videó ennyi volt. Írjátok le kommentben, hogy nektek melyik volt a kedvenc részetek, és hogyha említettem a videó során valamit, hogy írjátok le kommentbe, bla bla bla. Azt tegyétek meg, ne egyetek lusták. Tetszett, mindenféleképpen dobj egy lájkot, iratkozz fel, én Jason voltam, legyetek jók, szevasztok!